A hazai pályán veretlen Salgótarján otthonában a vendégek kezdtek jobban, 10 perc játék után 5 pont volt a cápák előnye. A folytatásban nőtt a különbség a két csapat között, a nagy szünet előtt azonban faragott hátrányából a házigazda, így 2 pontos nyíregyházi vezetésnél kezdődött a harmadik negyed. Tartották előnyüket a kék cápák, a hajrában azonban egyenlített, sőt a vezetés is átvette a Salgótarján. A Nyíregyháza nem engedte ellépni ellenfelét, újítani tudott, és végül 9 pontos győzelemmel zárták az évet Busz Ivánék. Nem volt könnyű készülni a mérkőzésünkre, nem csak azért, mert el kellett viselni azt a vereséget a MAFC ellen, hanem azért is, mert sajnos sérültjeink lettek. Ugye Mokánszki Máté már hetek óta küzdött a bokájával, és sajnos visszasérült, de az utolsó edzésen Sitku Marci is megsérült, úgyhogy a fiatal kontingensünk elveszített 2 embert, ez azért eléggé meghatározza a lehetőségeinket, illetve ugye az U20-as mérkőzés is le kell játszani, ami a felnőtt mérkőzés előtt van, és a fiataljaink játszanak ezen a meccsen is. Tehát kellett rájuk is vigyázni, hogy megfelelőképpen tudjanak majd a felnőtt mérkőzésen szerepelni, és tudjuk megszakítani ezt a sikerszíriát, amit a Salgótarján elért, de nagyon örülök annak, hogy a srácaink koncentráltak, bármennyire is megviselte őket az a hazai vereség, azért ezen túl tudtak lépni, és meg tudták mutatni, hogy hogyan tudnak küzdeni a csapatért és a győzelemért. A nyíregyházi csapat a csütörtök esti focit követően pénteken még tart egy kondiedzést, aztán rövid pihenőt kapnak a játékosok. December 27-én már ismét edzésre kell jelentkezniük a kosarasoknak, mivel január 5-én vasárnap a Baja ellen hazai pályán megkezdik az alapszakasz második körét.